Vögyesi Gabieknál nagyon fontos a családi harmónia, a szeretet, és ez nincs más, hogy a karácsonyra való készülődés során sem. De hogy egész pontosan hogyan készülnek a karácsonyra, azt Gabitól kérdezzük. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, köszöntünk, jó reggelt kívánok! Na hát, hogy is megy nálatok ez a karácsonyi felkészülődés? Ugye béke, szeretet, harmónia, de azért ilyenkor sajnos néha az ember kicsit fokozott állapotban van, hogy egymásnak feszülnek. Ja, feszültségek mindig vannak, ez természetes. Mi már november közepén felhoztunk egy kisebb karácsonyfát a nagyszoba sarkába. Nem az én ötletem volt ez, hanem a 6 éves Martin fiamnak, aki valószínűleg azért ragadtatta már ennyire el magát, mert mesélünk a karácsonyról nekik, nem csak decemberben, már novemberben elkezdtünk ilyen, hát ez most túlzás, hogy tematikus meséket mesélni, de egyébként valahogy mégiscsak de így van. Hát, de igen. Na, igen. Így van ez. Tehát esténként, amikor nálunk az a rutin, hogy vacsora, fürdés, aztán gyerekek ágyba, és akkor mese van. Csak egy kicsit elharapozott ez a mesére fordított idő, mert gyakorlatilag vagy másfél órát bent vagyunk, és akkor mesélünk tényleg. És ez nem szenvedés nekünk, messze nem, nagyon élvezzük, de azért az a másfél óra, az mondjuk egy én időből egy kicsit akár hiányozhat, nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy sokszor belecsempészünk a mesékbe, amiket fejből mesünk, a karácsony. És akkor ezért ők nagyon átitatódtak és megfertőződtek. Meg én az jutott eszembe, hogy egy ilyen bábelőadást csináljunk majd a 24-én érkező kicsit bővebb családtagoknak, és arra hát készítünk igen, ilyen kis bábokat, és hurkapálcára fogjuk ezeket így, akkor lehet, hogy nem is bábnak hívják. Egy ilyen kis, tudjátok, ilyen színes bábé, és akkor hurkapálca, és elbújunk a kanapé mögött, és akkor ilyen pálca. Családi bábozás. Igen, igen, ez lesz, anya és a gyerekek. Igen, egy kicsit el vagyunk csúszva ennek az előkészületeivel, de mindegy, egyelőre minden csak fél. Azzal lehet, hogy el vagytok csúszva, de hogy már novemberben karácsonyfa volt nálatok, azzal. Nem sokan mondhatják el, tudom. Persze. És akkor megvalósult az álma, karácsonyfa, akkor már igaz, mondjuk egy kisebb méretű, de már az el, és a továbbiakban hogy lesz most már itt, ugye egyre közelednek ugye a nagybetűs napok. Persze. Aztán... hát ha hagynám, akkor csak a gyerekek lennének a rendező elv a karácsonyi készülődésben, és azért na, tehát nem csak a gyerekekről szól a élet. A karácsonyi készülődést egy kicsit színezi nálunk az, hogy az ugyan mindig is a családról szól nálunk, de most készülünk egy szuperkoncertre. Február 23-án majd jövő évben, és ennek a próba folyamatai most is zajlódnak. Ez a székes fővárosunkban lesz, ez, és annak kapcsán, hogy 20 éves a Unique, ezt kimondani is, hát nem tudom, hogy mondjam ki. Még nem nagyon tudok érzelmileg, hogy viszonyulni ehhez a számhoz. De egyszerűen, mint ez, tehát lesz egy ilyen, vagy van egy ilyen próba folyamat, és lesz egy ilyen szülinapi jubileumi koncert. De ha nem próbálunk éppen, és a Martin éppen nem rendeli be a karácsonyfát, akkor például kitaláljuk azt a rokonokkal, hogy ki hova vándorol a 24-e és 29-e között. Mert hogy ez nálunk állandó vándorlást jelent. Ez mindenkinél nagyon komoly logisztika, én azt veszem észre. Igen. Minden vendég megemlítette. De 25-ét mi kipécéztük egy szünnapnak. Tehát 24-én reggel érkezik hozzánk a Jézuska, 23-án a fát díszítgetjük együtt, majd 24-én délután 6 körül jön a kicsit, hát szűk család, még az Ádámnak a szülei és testvérei. Hát és a bábpremier, ugye az és is a bábpremier, amire nagyon, nagyon rá kell kapcsolunk a készülődésben, igen, és aztán utána 25-e szünnap, és aztán mindenhol az én családomhoz, én anyámhoz, apámhoz, akkor egy kicsit tágabb család, ott is tágabb család, na, tehát valahogy így áll majd össze. Hogyan díszítitek fel ilyenkor a házat? Hogy ha? Segít benne Ádám, a gyerekek? Itt is a gyerekek a rendező elv. Elhallgattam azt a tényt, hogy nem csak karácsonyfát hoztunk fel, idestóban majdnem egy hónapja már a nagyszobánkban, hanem már ünnepi díszben ég a gyerekszoba is náluk, tehát de tényleg így van. Ilyen díszégő sorokat kellett fölhozni, meg olyan projektor van, ami világítja a kis karácsonyra utaló ikonkákat a mennyezetre, és hát mostanság erre alszunk el, ezt kell kommentálni, úgyhogy mi lázban égünk. Karácsonyi menü, azt is mindenkitől megkérdezzük, mert ötleteket gyűjtünk. Én nem vagyok egy kiforrott háziasszony, úgyhogy én ezt nem hagyom magamra. Jön az anyósom, igen, 24-én délután, és akkor ő hoz rántani való pontyot, meg mi a klasszik karácsonyi menü másik eleme? A burgonyasaláta, a majonézes burgonyasaláta, azt hoz. És akkor nálunk szoktunk rántogatni, gyerekek egymást rántogatják közben, ez attól függ, igen, és akkor egyszer csak összeáll a menü. Én ehhez általában krumplipürével, meg salátával járulok hozzá. Néha van borleves is. Borleves. Nem én készítem. Na. Sem. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad. És nem menj messzire, mert még énekelsz majd nekünk. Tényleg, majd elfelejtettem. Köszönjük. Köszönjük.